szeretem a nyarat, szeretem a kiülős helyeket, szeretek picit ilyen csöndesebben barátokkal ellimonádézgatni. Mindenevő vagyok, szeretem a különböző nemzetek konyháját. Ma pont indiait ettünk a barátommal Szentendrén, de nagyon szeretem a spanyol konyhát, rendkívüli módon szeretem elkortyolgatni, tehát úgy igazán így ízlelgetni a spanyol borokat sajtokkal együtt. Egy jó lecsót, egy levest, egy nem tudom, egy tésztát, valamilyen feltétel, azt mondjuk tegnap is csináltam egy jó tonhalas tésztát a kislányomnak, úgyhogy ilyen apró, egyszerű dolgokat nyilván meg tudok csinálni, a bonyolultabbakra nem nagyon van időm sem, meg azt hiszem, hogy nem ezért jöttem erre a földre, szóval nem szakácsnak születtem. A Centrál Színházzal, ahol most már két darabban játszom, és a második darabunkat visszük el Keszthelyre, a nyári játékokra. Ez most a Függöny fel című bohózat komédia, és abban 12 előadásból 5-ben én játszom, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Olyan helyre szoktam eljönni, ahol tudom, hogy barátnőimmel találkoztatom, például most is a Nagy Adival vagy Erkára a Lolával, akikkel nehéz összehoznom, és akkor mindig így szoktuk megbeszélni, hogy akkor jó, akkor eljövünk mindannyian, és akkor itt tudunk egy kicsit beszélgetni, és egy kicsit jobban együtt lenni, még ha ez egy parti keretein belül is van. Most már abszolút a pihenésre szeretnék koncentrálni, sokat leszek lenne a Balatonon a szüleimnél, legalábbis ez a terv, és akkor ősszel, amikor majd közeledik a szülés időpontja, akkor már nyilván hazajövök Budapestre. Nincs a családban gyakorlatilag senkinek is babája, úgyhogy ő lesz az első kisunoka is, úgyhogy mindenki nagy izgalommal várja, de én bízom benne, hogy majd ez úgy az embernek jön és úgy érzi, de nyilván azért anyukám is az elején segíteni fog. Azt gondolom, hogy a párom is kifejezetten ez az apatikus, és nem fog kétségbe esni, hogyha a kezébe adom a kisbabánkat. Az első számomra most az anyaság az, hogy a kisfiammal minden rendben legyen, hogy a kisfiam egy boldog családban nevelkedjen, és a másodlagos a karrier. Amikor majd úgy állnak a dolgok, évek múlva, akkor majd erre visszatérünk. Buliban nagyon-nagyon ritkán járok, azért mondjuk egy ilyen 3 havonta vagy 2 havonta egyszer elmegyek. Én már öreg vagyok, már nem úgy bírom, mint régen. Úgyhogy, ha én elmegyek bulizni, akkor... És úgy mindent én úgy azért 100%-osan szeretek csinálni. Tehát, hogyha bulizom, akkor nekem a második nap, akkor az mindig egy pihenéssel telik. De hát egy napot én erre mindig rápihenek utólag.